Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kabai Városi Televízió adását látják decemberben, vagy ahogy az eleink hívták, az álom havában immár harmadszor, idei évfolyamunkban 51. alkalommal 2016. december 18-án vasárnap, auguszta napján. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Hogy milyen is az igazi karácsonyi készülődés, arról jobb, ha a költőket idézzük. Csóri Sándor a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas magyar költő és író az idén szeptemberben hunyt el. De versei szerencsére itt maradtak. Azt mondják, holnap lesz karácsony. Tornyos fenyőfám, fölcicomázom. Csillaggal, angyalhaj felhőkkel, tulipán szívű csengőkkel. S alárakom a kerek földet. Ajándékként ígért jövőnket, kicsomagolt vad álmainkat, értünk vérző halottainkat, lemondásaink jaj nyugalmát, mint horpadt, sápadt aranyalmát. Aztán majd én is aláállok, és míg a borzas fényesség lobog, gajdolgatok, mint kancsal pásztorok. A karácsony a keresztény világ legmeghittebb ünnepe. Már az adventi várakozás és az elcsendesülésről szól. A karácsonyi ajándékozás izgalma az ünnepi ételek elkészítése és maga a várakozás különleges hangulatúvá teszi. Az ajándékozással megidézhetjük a pásztorokat és a napkeleti bölcseket, akik így módon köszöntötték a betlehemi újszülöttet, a kis Jézust. Ehhez az ünnephez sokféle hagyomány és népszokás fűződik. De minden népnek, minden településnek, sőt minden családnak megvan a saját maga ünnepi koreográfiája. Legfontosabb kellék az örökzöld fenyőfa, amelyből csodálatos karácsonyfát varázsolunk. A magyar paraszti életben is hagyományosan a család ünnepe a karácsony. Ez a nap egyúttal munkatilalommal is járt, ilyenkor csak a legszükségesebb feladatokat végezték el a ház körül. Tilos volt kölcsön kérni és kölcsön adni, mert a hiedelem szerint ez elvitte a szerencsét a háziaktól. A magyarság legrégibb szokása a regülés. Ez a termékenység és a párokat összevarázsló népszokás a téli napforduló pogánykori emléke. Mai adásunkban a központi téma természetesen a karácsony várása lesz. Már csak azért is, mert ezúttal a múlt heti harmadik adventi összejövetel képeit, hangjait idézzük fel, amelyet a Kabai főtéren rendeztek meg, és ott volt városunk közössége. De más érdekességekkel is szolgálunk, nézzünk mai képes ajánlónkat. Milyen évet zártak a kabai önkéntes tűzoltók? Vágó Béla parancsnokkal beszélgettünk, aki szólt az ünnepi időszak óvintézkedéseiről is. December 1-én nyílt meg a Kabai Folt művesek kiállítása a Mácsai Sándor Művelődési Ház galériájában. Széplaki Gáborné, aki maga is tagja a lelkes kézműves csapatnak, köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a foltvarrás nem más, mint tűbe zárt szeretet. Múlt hétvégén, december 11-én, advent harmadik vasárnapján is tartottak ünnepi gyertyagyújtást és műsort a Kabai főtéren. Az énekes programról ezúttal a nemrégiben megyei díjjal kitüntetett Kabai Nyári Színház Közhasznú Egyesület tagjai gondoskodtak. A vendéglátásban a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a helyi fiatalokból álló lakatszínpad és a Szélrózsa Néptánc Együttes szenior csoportja közreműködött. Ha tehetik, maradjanak velünk! Milyen évet zártak a kabai tűzoltók? Milyen tűzeseteknél, katasztrófáknál és baleseteknél kellett segíteniük? Természetesen erről is beszélt a Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, Vágó Béla, de szólt az ünnepi időszak baleseti forrásairól is.
A kabai televízió nézők már megszokhatták, hogy időről időre beszámolunk a Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról, annak a szervezetnek a tevékenységéről, amely talán a legnagyobb tradíciókkal bír a településen, több mint 100 éves múltra tekint vissza, de a jelen is igen mozgalmas, és ha visszatekintünk erre a 2016-os esztendőre, akkor gondolom, hogy nagyon sok akció, gyakorlat és egyéb más olyan történés, említésre méltó történés történt, és azon vagytok túl, amiről tudunk majd beszélgetni. Vágó Bélával, a parancsnok úrral beszélgetünk. Mi az, ami ebben a 2016-os évben talán a legfontosabb volt számotokra, vagy szervezetileg, vagy a tevékenységet illetően? Köszöntök mindenkit. El kell, hogy mondjam, hogy a 2016-os év is szinte mint minden év, ami mögöttünk van, elég mozgalmas volt számunkra. Habár egyetlen egy jó dologról beszélhetek, a tűzoltások és a műszaki mentések valahogy egy kicsit az idén visszacsappantak, tehát összesen eddig 24 esetben voltunk kint, amiben számos téves jelzés is van benne. Tűzről szinte nem is tudok beszélni, két kisebb tűzeset volt, ami nem lakóépület, tehát nem volt olyan jelentős eset, ami Kabán, tehát nagy hírt keltett volna, vagy tehát nagyobb anyagi károkat okozott volna, tehát... Ez jó hír. Ez nagyon jó hír egész város számára, tehát hiszem és tudom azt, hogy megpróbálnak most már az emberek együtt élni avval, hogy védekezni kell a tűz ellen is, védekezni kell az ellen is, hogy ne érje őket baleset. Ilyenkor a téli időszakban is vigyázom mindenki az utakon, úgy gyalogosan is, mint gépjárművel, hogy minél kevesebb eset történjen, tehát nekünk minél kevesebb munkát adjanak, de persze, hogyha kell, megyünk, segítünk, mint ahogy történt is, ahogy elmondtam, 24 esetben. Tehát ez a 24 eset kisebb esetek voltak, tűzoltás, műszakkimentése és tévesjelzésből tevődik össze. Önállóan is beavatkozhatunk most már. Ebből a... Ez egy nagyon nagy hír volt annak idején, amikor ezt bejelentettük országnak, világnak, hogy most már önállóan is bevethető a Kabai Önkéntes Tűzoltó Egylet. Igen, és önállóan is bevetettek bennünket, tehát hatalmas hírt keltett, és a sajtóban benne volt első önálló beavatkozásunk, ami a kint a parkolóban volt a 4-es számú főút mellett, egy kamiont kellett kinyitni, ami tele volt illegális zárjegy nélküli cigarettával, tehát a vám és pénzügyőrségnek segítettünk ez a illegális dologhoz hozzájutni, tehát ez volt az első önálló beavatkozásunk, és emellett még volt körülbelül 4 darab, amit önállóan hajtottunk végre, tehát kidőlt fák, gázszivárgás, ilyen kisebb dolgok, amit tényleg a katasztrófavédelem igazgatóságnak a ügyeletesei azt mondják, hogy mi ezt meg tudjuk oldani, akkor csak a mi egységünket küldi ki oda, és tehát kellőképpen helytáltunk, megoldottuk. Ilyen is van, de nyilván olyan is számos esetben van, amikor együttműködnek a hivatásos egységekkel. Igen, több eset is van, tehát mondhatom azt, inkább nem is a tűzeset, hanem két olyan súlyosabb baleset is, 3 is volt a 4-es számú főútnak a csomópontja a vasúti átjárónál, ott elég veszélyes, több baleset is volt, kamion, személyautók, súlyos sérültek. Az ominózus kabai nádudvari lehajtó. Igen, itt a nádudvari útkereszteződés, vasúti átjáró, 4-es számú főút, tehát itt együttműködve a hivatásos tűzoltókkal, tehát a püspöklányok, hajdúszoboszlóiak is voltak itt, akkor a társszervek, mentők, rendőrség, tehát itt megfelelőképpen helyt kell ott is állni, és segíteni kell a bajba jutott embereken, de ezt már kollégáim már tudják, már mondom azt, hogy a vérükben van benne, tehát nem lepődnek meg, nem torpannak meg, hanem oda nyúlnak, ahova kell, teszik dolgukat, tehát az idei évben is tehát mindenféleképpen ott voltak minden szempontban. Erről a csomópontról beszéljünk egy kicsit, hiszen az őrsparancsnok úrral, Balázs Pál alezredessel is beszéltünk erről a csomópontról, és ő is megerősítette azt, hogy valóban több súlyos baleset történt az idén ebben a csomópontban. Azért ezeknél a műszaki mentéseknél a közreműködő tűzoltóknak nagyon észnél kell lenni, és azt gondolom, hogy kell hozzá erős idegrendszer is. Igen, tehát súlyos sérülteket kiemelni a gépjárművekből. Tehát ezeket a gépjárműveket elsőnek is áramtalanítjuk, üzemanyag folyás van, azt tart valahogy
felitatjuk, megakadályozzuk, hogy továbbiakban folyjon az üzemanyag, vagy tűz keletkezzen, tehát a tűzvédelem biztosítása is, valamint elsődleges dolog a sérültek mentése, tehát a beszorult személyek, ha vannak, tehát ezekre vannak speciális eszközök, feszítővágók, balták, roncsvágók, amikkel le tudjuk, szét tudjuk darabolni a gépjárművet. Ezek a speciális eszközök az elmúlt években folyamatosan fejlesztésre kerültek. Ha jól emlékszem, még a holland kollégáktól is kaptatok ilyen jellegű eszközöket. Igen, kaptuk a feszítővágót például tőlük, ami nagyon nagy haszna van. Tehát egy ember életet menteni vele, azt mondom, hogy tehát mindenféleképpen minden pénz megér, tehát az ember élet az megfizethetetlen, tehát minél hamarabb kivesszük, a mentők ott vannak, mentők segítségével persze, a mentők ott viszik, ellátják szakszerűen, tehát az a lényeg, hogy a mentés során onnantól kezdve sérülés nem fokozódhat tovább. Beszéltünk ezekről az éles bevetésekről, de egy önkéntes tűzoltó egyesület életében is nagyon fontos az oktatás, a továbbképzések és a gyakorlatok. Igen, meg most már kötelezővé is tették számunkra, hogy önállóak lettünk a oktatásokat, negyed évente kell gyakorlatokat szervezni, akik benne vannak ebbe a tűzoltásba és műszaki mentésbe, valamint több ellenőrzés is van. Éves gyakorlatunk is volt most a múlt hét szombaton, ahol sikeresen megvédtük tehát a címet, tehát a önkéntes tűzoltó egyesület továbbra is önállóan is beavatkozhat. És rendelkezik a megfelelő képesítésekkel valamennyi tag? Igen, rendelkezik valamennyi tag megfelelő képesítésekkel, akkor orvosi vizsgálattal, alkalmassággal, tehát ez még sok minden kell, hogy egy tag ezt tudja csinálni, de én azt mondom, hogy a fiúk, meg mondanom kell, azt persze mindig kihagyom, de ezért az óromra koppantanak, hogy hölgyek, tehát ők is vannak, vehetnek részt tűzoltásban, műszaki mentésben, ha ugyanazt a feladatot, tehát oktatást, vizsgákat végrehajtják, mint a fiúk, és áprilisban két hölgy is vizsgát tett, sőt most a minősítő gyakorlaton még egy harmadik is, ők most már jöhetnek tűzoltáshoz és műszaki mentéshez, persze a megfelelő tudással, meg a megfelelő védőfelszerelések használatával, ők is ugyanúgy, mint a többiek. Beszéljünk egy kicsit azokról a hölgyekről, akik a háttérben maradnak, feleségek, barátnők, hiszen azért egy önkéntes tűzoltó életében nagyon sok lemondással jár ez a tevékenység, akár a családtól távol lenni, és hát azért nagyon fontos, hogy a háttérben, a hátországban ott vannak a hölgyek, a párok, akik biztosítják a nyugodt hátteret. Igen, nagy tisztelet és becsület a családnak, mert tehát a családért vagyunk, elsődleges a család, de mondjam azt, a hajna 3-kor is megszólal a telefon, és ki kell kelni az ágyból, akkor a kollégák kikelnek, jönnek, és mennek segíteni. Tehát úgy én is, meg kicsit ebbe a család is benne van, el kell, hogy mondjam. Tehát van, akinek a párja is tűzoltó, van, akinek már a gyermeke is tűzoltó, idősebb tűzoltónak, tehát többen vagyunk így, hogy van benne egy kis családi kötődés is ebbe a tűzoltóságba, és de akik nem is nincsenek benne úgy, hanem csak támogatják a apukát, támogatják az anyukát, azok előtt is tisztelet, becsület, mert azért rengeteg segítség kell ehhez, hogy ha egy hajnali órában, vagy bármikor egy ebéd mellől, egy vacsora mellől eljönni azért. Hétvégéket feláldozni. Hétvégéket feláldozni, így van, tehát mindenféleképpen ez nekik tisztelet, becsület, hogy ezt tehát elviselik. Elviselik, így van, ez a jó szó rá, hogy elviselik ezt a furcsa dolgot. Ahogy el szokták mondani, ahonnan más menekül, mi oda megyünk, meg egy, tehát itt van a kockázat is, semmi baj ne történjen velünk. Ahogy eljöttünk otthonról, úgy menjünk haza. Egy kicsit koszosan, piszkosan, az nem számít, de épségbe. Bejárta az országos sajtót az a hír a napokban, hogy az egyik hivatásos tűzoltó kolléga egy paneltűz kapcsán egy csecsemőt mentett ki, és hát ez nyilván egy kicsit nagyobb sajtónyilvánosságot kapott. A saját életetekben, a saját pályafutásotokban volt-e már hasonló, hogy mondjuk gyereket kellett menteni? Hát gyereket menteni,
Tehát gépjármű baleseteknél van inkább, amikor a gyerek benne utazik, ki kell venni csecsemőt, ki kellett most is az idén venni belőle, tehát inkább baleseteknél, tűzeseteknél nem jellemző, főleg itt Kabán, mert az az igazság, hogy ahol ez, ahogy elmondtad, tehát panel, több százan, több ezren laknak. Itt Kabán ez nem jellemző, egy családi házak vannak, ahol átlag létszám olyan 4-5-6 fő, és ennél az esetnél is egyébként a paneltűznél inkább a füst volt az, ami veszélyes. Igen, itt a füst volt a veszélyes, ahogy elmondtam, több család lakik, egyetlen egy lakás be tud füstölni egy egész lépcsőházat, egy egész lépcsőházban körülbelül laknak vagy százan, és közte lehet, sőt, biztos, hogy van gyerek, tehát ez a hivatásos tűzoltók nagyon jól megoldják a dolgokat. Nekik ebben már van gyakorlatuk is, nekünk hál' Istennek itten van gyakorlatunk, de ezt a Cukógyánál van a lakótelep, tehát ott is voltunk kint gyakorlaton, stb. Idősek otthona, és el kell, hogy mondjam, hogy de ezek így létszámilag nem akkora lakóépületek, lakások, de hogy igen, mint 10 emeletes lakóépület, tehát itt mindenféleképpen az embereknek milyes probléma van, azonnal ki kell jönni, valamint én úgy látom, hogy ki is tudnak jönni. Beszéltük a család támogatását, a hozzátartozók támogatását, illetve az, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület tagsága egy nagyon összetartó, jó közösség. Ez egyébként itt ebben a központi épületben, laktanyában is érezhető, hiszen nagyon családias a hangulat, és azt hiszem, hogy a megyében, vagy akár az országban is kevés olyan egyesület van, amely ilyen kis otthont teremtett magának. Ezen folyamatosan gondolom, hogy dolgoztok, szépítgetitek, és minden egyes oklevélre, fényképre, régi relikviára, kupára nagyon vigyáztok. Igen, nagyon büszkék vagyunk rájuk, és el kell, hogy mondjam, hogy nem csak itt az újítgatások, a bővítések, hanem már ami megvan, azt is meg kell tartani, tehát itt is rendet kell tartani, tehát ebben is rengeteg munka van, kint a külső környezettel is, idebent is gépjárművekkel is rengeteg munka van, vinni kell őket vizsgáztatni, stb., tehát szervizsgára, mindenfele, tehát az is időbe kerül, tehát itt a kollégák ezt nagyon jól megoldják, megbeszéljük a dolgot, egyeztetjük az időpontot, és akkor rá kell áldozni az időt, és akkor visszük ezeket a gépjárműveket is, meg eszközöket, mint a holnapi nap is megyek hajnalba fel Budapestre, mert a sisakokat két évente be kell vizsgáltatni, és hajnalban az egyik kollégával indulunk, mert reggel 7 óra kell legyünk a cégnél, aki ezt végrehajtja, tehát a felszereléseket is, úgy, ahogy most mondom, tehát minősítetni kell, felül kell vizsgáltatni bizonyos időszakonként. A végére két aktuális problémát hagytam, ami tulajdonképpen egyfajta figyelemfelhívás lesz. Az egyikről már így fél mondattal említést tettünk, a csúszós utak. Gondolom, hogy itt a decemberi ünnepi időszakban mindenkinek oda kell figyelni erre, hogy a hozzátartozók ne hiába várják mondjuk az autósokat. A másik pedig a különböző ünnep kapcsán fényberendezések, gyertyák, csillagszórók, ezeknél mire ügyeljenek a kabaiak? Tehát mindenféleképpen a fenyőfáknál olyan készülékeket használjanak, olyan fényt akkor tesznek rá, hangot, minden, stb., ami tehát boltból van vásárolva, minőségileg megfelelő ez a dolog, ha kell, garancia is van rá, stb. Tehát ne nagyon veszegessünk olyan helyről, ahol bizonytalan az eredete ezeknek a dolgoknak, mert lehet nem elég erős a vezeték, stb. Itt az elektromos izzósorokról beszélünk. Az elektromos izzósorok például, amik amán bevitt fenyőfa, ami megszárad, egyre szárad kifele, amin akárhogy is, de tüzet okozhat, tehát bármilyen esetben megsérül a vezeték, mert meg tud sérülni, ezért rángra gerjeszti a fenyőfát, ami azonnal be tudja indítani a bútorzatot, a szobát, tehát hatalmas károkat tud okozni, de mondom azt, hogy nem csak károkat, hanem itt az emberek életét is fenyegeti, tehát mindenféleképpen nézzük át, hogy miket rakunk fel, akkor a nyílt lánggal, a gyertyákkal, a csillagszórókkal megint nagyon kell vigyázni, olyan helyeken kell ezeket égetni, ahol mondjam azt, hogy a
közvetlen környezetben nincs éghető anyag. Tehát nincs, ami hirtelen meggyulladjon. Semmiképpen nem a fán. Semmiképpen nem a fán, így van, vagy nem a konyhaasztalon, hanem tehát a gyerek kezébe van, elégeti a csempén, utána le kell hűteni, és amikor lehűtöttem, még akkor sem dobjuk ki a kukába, hanem inkább vigyük ki és tegyük le a betonra, majd holnap belelökjük a kukába, mert hát a kukába is okozhat tüzet, tehát meggyullad egy kuka, és főleg, hogyha a kuka rossz helyre van tolva, további éghető anyagok vannak, akkor további tüzet is okozhat. Jönnek a durroktatások időszakai, betárdák, egyéb tűzijátékok. Volt-e már ezzel kapcsolatban mondjuk kabán, vagy itt a környéken baleset? Hál' Istennek nem volt kabán, de az országban persze volt. Tehát ez is egy elég veszélyes dolog. A szilveszteri fények, tehát a szilveszteri tűzijátékok, akkor a szilveszteri minden petárdázás így van, tehát mindenféleképpen nézzük meg előre, hogy ezeket hol használjuk, hova dobjuk el, és a másik legjelentősebb dolog, hogy egymás testi épségére vigyázzunk, mert legtöbb inkább nem is tűzeset, hanem baleset van ezekkel az eszközökkel, úgymond rosszul lövik el a rakétát, vagy kézbe tartják a rakétát, akkor a petárdát nem dobják el időbe, tehát ezekkel szokott gondolódni. Kézsérülés, szemsérülés, arcsérülés. Igen, igen, ezek, és ilyenkor, ahogy halljuk, tehát itt inkább a mentők dolga nő, meg nem a miénk. Hál' Istennek nem jelentős az az eset, hogy tehát egy ilyen tűzijáték tűzhöz, vagy valahova ki kell menni. Én látom azt, hogy az emberek megpróbálnak arra vigyázni, hogy megfelelő környezetben lőjék ki ezeket a tűzijátékot. Szalmakazlakba, akkor tehát szénakazlak közelébe nem nagyon menjen a dolog, azt mondom, és a másik dolog még, hogy a rengeteg gépjármű van, amit vigyázunk a gépjárművekre is, mert hamar lángokat lehet kelteni a gépkocsikba is. Bejött az imankó, most már igazi decemberi időjárás van, én is most a Szoboszló és Kaba közötti úton azért éreztem, hogy téli gumi ide vagy oda azért tartani kell az autót, gondolom, hogy figyelni kell a síkos utakra. Igen, nagyon figyelni kell a síkos utakra, tehát hamar megcsúszik az autó, nem is gondolná az ember, hamar berepülhet a árokba, vagy esetleg neki megy egy másik gépjárműnek, amiben szintén utaznak, tehát ott is sérüléseket okozhatunk másoknak is, nem csak magunknak. Tehát a téli gumi az mindig azt mondom, hogy legyen megfelelő, akkor a második dolog meg nem mindig a téli gumi múlik, hanem tehát az oda a figyelésen. Tehát tartsuk be azt, hogy a időjárás körülményeinek megfelelően vezessük az autónkat, és az legyen olyan állapotban, hogy tényleg avval a téli utakra is útra lehessen kelni. Én a 2017-es esztendőre mi mást kívánhatnék a kabai önkéntes tűzoltóknak, mint hasonló elszántságot, összetartást, erőt, egészséget, és még az ideinél is kevesebb esetszámot. Nagyon szépen köszönjük, köszönöm mindenkinek a segítségét és az együttműködését, és a kollégáknak legjobban hangsúlyoznám ki azt a tettét, azt a elszántságát, hogy ez az egész működik, és még egyszer mondanom kell, hogy mind a ti a tévéstáv segítségét is, hogy leadjátok ezt a műsort, valamint minden egyes kabai emberét, valamint most már mondanom kell, hogy tetétleni emberét is, aki, hogyha baj van, nyugodtan hívja a segélyhívószámot, és mondom, hogy menni számíthatnak rátok. Számíthatnak ránk bármikor a jövőbe is. December 1-én nyílt meg a kabai foltművesek kiállítása a Mácsai Sándor Művelődési Ház galériájában. Széplaki Gáborné, aki maga is tagja a lelkes kézműves csapatnak, köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a foltvarrás nem más, mint tűbe zárt szeretet. És valóban, aprólékos munkát igénylő, szemet gyönyörködtető és lélekmelengető alkotások kerültek a falakra, melyeket december 16-áig tekinthettek meg az érdeklődők. Aki elmulasztotta, az ne bánkódjon. Tudósításunkban megtekintheti a nem mindennapi szépségű textíliákat.
hangulatos meghitt ünnepség keretében nyílt meg a Kabai Foltművesek decemberi tárlata, amit nagyon jól összpontosítottak ide az adventi időszakra, és hát nagyon tetszett itt nekem a megnyitó alkalmával szép lap Ki Gáborné Marika azon gondolata, hogy a foltvarrás az a tűbe zárt szeretet, és hát ahogy látom a hölgyeket kedvesen mosolyognak, Kádárné Borsi Ildikó és Szabóné Bagi Róza, ők vállalták magukra a szóvivő szerepet. Mikor kerültek kapcsolatba a foltvarrással? Hát én 1999 óta művelem, hát azóta folyamatosan. Hát ez tegnap volt. Hát igen, már akkor is nagyon érdekelt, azóta meg még inkább. Úgyhogy hát nagyon szeretem csinálni. És ha jól tudom, akkor itt a Kabai Foltműves csapatban a legrégebb óta műveli ezt a mesterséget, ezt a hobbit. Bár itt azt mondták, hogy több, mint hobbi a foltvarrás. Hát igen, ez több, mint hobbi. Ha az ember hozzáfog és elkezdi művelni, akkor hát nem tudja abba hagyni. Tehát amikor elkezd varni az ember, előszedi az anyagokat, a hozzávalót, a tűcérnát, varrógépet, és elkezdjük magát a munkát, akkor annyira belefeledkezik az ember, hogy a külvilág az ki van zárva. Van valami tervezés, mert annyira aprólékos és precíz munkát igényel ez a tevékenység, hogy az ember el se tudja képzelni, hogy ez csak úgy ad hoc módon adja magát, hanem nyilván valahogy ezt előtte meg kell álmodni. Valamit saját kútfőből. Tehát vannak minták, mert ezeket nem mi találjuk ki. Ezek tradicionális minták általában, amit mi varrunk. Vannak modernebb technikák is, de mi ezt a tradicionális foltvarrást szeretjük. És ezek általában olyan mintablokkok, amiket már nagyon régóta nagyon sokan varnak. És ezeket mi beépítjük a saját elképzelésünkbe, egy-egy olyan munkában, amit mi el szeretnénk készíteni. És akkor így lesz egyedi és a miénk igazából. Ha jól látom, akkor az alap motívumok, amikor különböző geometriai formákból épül fel az alkotás, és ebből lesz egy asztalterítő vagy egy ágytakaró, de vannak olyanok is, amelyek már egy igazi kis kreáció, vagy igazi kis képet jelenít meg. Igen, hát vannak tehát a tradicionális foltmunka az négyzet, háromszög. Csíkokat varrunk össze, négyzeteket, háromszögeket varrunk össze, és abból lehet egy akár hatalmas nagyméretű takarót is. De vannak applikált képek, amiből egy igazi kis képet is meg lehet valósítani, akár valakinek az arcképét is el lehet készíteni ilyen. Itt is van olyan, mint amelyik egy igazi kis falu templom tornya. Igen, igen. Hát Katika, ő szereti nagyon az applikációt, azt kézzel készíteni. Van három olyan képünk is, amit hárman készítették el egy-egy falunak a képét, és mind a három teljesen más. Ezt ők kézzel varták nagy részét, egyedül ami a szélén van körbe keretezve, az van géppel, az egészet kézzel applikálták rá, és ahány ember készít el egy munkát, az annyi féle, tehát ha ugyanazt a motivumot varjuk is meg, az mindig annyi féle, ahány ember készíti el. Mindegyik egyedi és különleges, attól, hogy ki készíti el. Ildikóhoz fordulok, hogyan került kapcsolatba a foltvarró szakkörrel és magával a foltvarrással? Én már az idejét sem tudom, hogy mióta járok ide, de valószínűleg egy kicsit később kezdtem, mint te. Hát egy évvel talán. Lehet, nem is, igen. Én mindig szerettem varni. Lehet onnan eredezik ez, hogy nagyanyám varrónő volt, és akkor már gyerekkoromban a hulladék anyagokból már babaruhát, meg ilyesmit már csináltam. Aztán a mamának csattogott otthon a kis zinger, lábbal hajthatós gép. Igen, megvan még most is, az az én örökségem, az már közel 100 éves az a gép. Működik még most is, de nem zinger, hanem Wertheim. De az is egy jó gép. És akkor hát utána egy jó darabig ruhadarab, tehát saját ruhákat vartam, meg a férjemnek, meg a családnak, de aztán utána, mikor már kinőttem azokat a szabás mintákat, meg változtatni kellett volna rajta, akkor utána kezdtem el kacsingatni a foltvarrás felé, tehát lecseréltem a blúzok, szoknyák, kosztümök varrását erre. Aztán, hát most már ezt nem is tudja abba hagyni az ember, már csak azért sem, mert annyi anyag felgyűlt otthon, hogy míg azt felvarja, addig
hát, mégsem ehet kárba, igen, és mindig vannak új ötletek, új kreációk. Jól látom, hogy ez egy igazán összetartó kis közösség, hiszen nagyon sokan voltak jelen ezen a megnyitón, és még most is egy-két sütemény elfogyasztása közben megbeszélik a kiállításon látottakat. Igen, hát nem vagyunk sokan, mert most heten vagyunk, van egy új tagunk is, aki 2 hónapja csatlakozott hozzánk, ő még most nem állított ki, mert most kezdte el igazándiból, de hát mi hatan már nagyon régóta együtt vagyunk, és hát egy hónapban 2-szer szoktunk fönt találkozni, amikor vagy megbeszélünk csak egy-egy új technikát, mikor kitalál valamit interneten, vagy újságban látunk egy-egy újabb motivumot, vagy egy régit felelevenítünk, és akkor azt megbeszéljük, vagy megvalljuk ide fönt, és akkor otthon hozzákezdünk természetesen, mert ez a 2 óra, amit ide fönt töltünk, az kevés ahhoz. És akkor otthon befejezzük, felhozzuk, amit megvartunk, akkor megnézzük, kielemezzük, ki mit vart, ki mit látott esetleg. El szoktunk menni néha Debrecenbe, vagy más településekre, ahol vannak ilyen foltvarró találkozók, vagy kiállítások, azokat megnézzük, többi foltostársal találkozunk, eszmét cserélünk, onnan is szerzünk újabb információkat, ötleteket, amit utána közösen együtt megvárunk. Megvásárolunk. A tapasztalatcseréről szólnak akkor ezek az összejövetelek. Ha jól láttam, egészen egyedi dolgokat is kiállítottak itt. Például Ildikónak is láttam táskáját kiállítva. Az pont nem annyira egyedi, mert mindenki megvárta, majdnem mindenki azt a táskát. De hát igen, van, amit otthon egyedül elkezd az ember, mert megláttam egy újságba, vagy képen valahol, és akkor jött valami ötlet, hogy hú, hát egy ilyet lehetne varni. Van néhány ilyen, amit nem közösen, hanem csak egy-egy ember megvart. Éva is csinál ilyet sokszor. Igen. Nekem is van olyan, amit csak úgy magamtól gondoltam el. Meg most is vannak tervek még. Hát az már majd lehet, akkor lesz kész, hogy nyugdíjas leszek. És még több idő lesz varni. Hát a 7 a létszámra, a tagságra utalva, az egy mesebeli szám, de még nem akkora szám, hogy esetleg ne tudjuk név szerint felsorolni a kiállítókat. Antal Istvánné Katika, Széplahi Gáborné Marika néni, Ildikó, Török Béláné Éva, akkor én, Pap Józsefné Elzsike néni, és Évika a legújabb tagunk, ő még nem állított most ki, mert ő még nem volt olyan munkát, amire azt gondolta volna, hogy ki lehetne már állítani. De talán jövőre már ő is fog kiállítani. Biztos. Hát jövőre nem biztos, mert utóbbi időben már 2 évente van kiállítás. Éppen ezért kell megbecsülnünk, úgy december 16-áig tekinthető meg a tárlat, és érdemes bejönni ide a foltok világába, ajánljuk mindenkinek adventi kikapcsolódásként. Igen, nagyon szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel. Akit nem annyira érdekel, azt is nagyon szívesen várjuk, mert nézze meg, és hát ha kedvet kap hozzá, mert eddig még nem hallott róla, nem tudta, nem látott ilyet, és nagyon szívesen várunk a szakkörbe is új tagokat, hogyha valaki kedvet érez hozzá. Ha többen leszünk, akkor sűrűbben lesz kiállítás, mert akkor könnyebben összejön egy kiállításra való anyag. De ha jól tudom, magántulajdonban is vannak, amelyeket már nem nagyon lehet elkérni. Hát igen, mert szoktunk azért ajándékba sok mindenkinek varni, úgyhogy hát igen, és azt már nem szoktuk úgy visszakérni kiállításra sem, mert az ajándék. Ha már egyszer ajándékoztuk, akkor... Múlt hétvégén, december 11-én, advent 3. vasárnapján is tartottak ünnepi gyertyagyújtást a Kabai főtéren. Az énekes műsorról ezúttal a nemrégiben megyei díjjal kitüntetett Kabai Nyári Színház Közhasznú Egyesület tagjai gondoskodtak. A vendéglátásban a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a helyi fiatalokból álló lakatszínpad és a Szélrózsa Néptánc Együttes szenior csoportja közreműködött. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az immár hagyományá vált ünnepi gyertyagyújtáson advent 3. vasárnapján Kabaváros lakóit, a kedves megjelenteket. Felkérem Kis Gáborné, Borbé Gyula és dr. Sáspa Sándor önkormányzati képviselőket, gyújtsák meg a 3 gyertyát az adventi koszoron. Thank you.
Kérem, fogadják szeretettel a Kabai Nyári Színház Közhasznú Egyesület adventi zenés műsorát. Közreműködik a Kabai Oldboy zenekar. Hosszú utazás, szárult ótáj. Messze valahol régi dal szól, ismerős dallam egy elmúlt korból, hol nem volt rohanás, csak nagy békesség. Jó volna hinni, hogy létezik még sok régi emlék, sok régi hang, köztük most újból kisgyermek van. Ez az ünnep legyen úgy szebb, ahogy álmodban látsz, egy új világon teljesül, mit vársz. Egy ilyetele fényel, mikor szikrázik a hó, egy új nap melle bármi írható. Yeah.
tűnik el. Kérdezem, de mégsem megáll. Aztán majd ma dönteni kell, vigyázz rám. Ez az év is úgy tűnik el. Kérdezem, de mégsem felel. Aztán majd ma dönteni kell, vigyázz rám. Mondd, miért tűröd el. Békét adj, Uram, kérlek, a háborgó szívemnek. Békét és reménységet a megszületendő gyereknek. Békét adj, Uram, kérlek, a háborgó szívemnek. Békét és reménységet a megszületendő gyereknek. Nézem a képeket, hallom a híreket,
miért kell, hogy így legyen, ó Istenem? Túl sok a szenvedés, és a segítség kevés. Ha valahol létezel, mondd miért tűröd el. Békét adj, Uram, kérlek, a háborgó szívemnek. Békét és reménységet a megszületendő gyereknek. Békét adj, Uram, kérlek, a háborgó szíveknek. Békét és reménységet a megszületendő gyereknek. Békét adj, Uram, kérlek, békét a világnak. Békét és reménységet az ember ennyit csak kívánhat. Békét adj, Uram, kérlek, a háborgó szívemnek. Békét és reménységet a megszületendő gyereknek. Kérlek, békét a világnak, békét és reménységet az ember ennyit csak kívánhat. Békét adj, Uram, kérlek, a háborgó szívemnek. Békét és reménységet a megszületendő gyereknek. Adj békét, adj békét. Körbevesz újra, varázsol lágy üde dallammal a szeretet hangja. Ismered, oly régen küzdünk jár, nem hagy magadra. Minden ajtó előtt ott áll, te csaptál ki a szíveddel. Engedd meg, hogy beléphessem, a világ megismerhessen, odaadhasson minden. Fent, éges földön lent, csillagok fénye és gyertyák lángja között, ahogy rád nevet, ahogy táncol minden. Lüktet a testedben, körbevesz mindig. Varázsolj lágy üde dallammal a szeretet hangja. Ha elhagyod, akkor is mindig vár, nem hagy magadra. Minden ajtó előtt ott áll, de csapdád ki a szívedben. Engedd meg, hogy beléphessen, a világ megismerhessen, odaadhasson mindent. Fent, éges földön lent, csillagok fénye és gyertyák lángja között, ahogy rád nevet, ahogy táncol minden. Yeah.
ahogy rád nevetsz, ahogy táncol minden. Összeér minden, összeér minden, összeér minden, összeér minden, összeér minden, összeér minden. Fel, igaz földön lett, csillagok fénye és gyertyát rángja között. Titkos akkor, amit Dávid játszott, az Úr kedvére volt, s bár téged nem érdekel, elmondom újra. Az ötös követte a négyeset, egy mol, egy túl, s már is megszületett, csak király zavarban súgtam, halleluja! Nézhettek, a hold fényében fürdött, kibirulva. És megbűvölt, és levágta hajat, leláncolt, széttört a trónodat, és ajkadról ellopta végleg, halleluja! A véletlen útja. A díszkapun láttam a címeredet, de a szerelem nem dicső fátyás menet, csak egy fázós, kicsit fáradt, halleluja! Halleluja! Nézd be szét, és együtt lélegeztük, halleluja!
akartam, s én azt a nevet még csak nem is tudom, de mit számít neked, ha bárki tudja. Mert minden szóban fény ragyog, és mindegy, melyiket hallgatod, hogy szem vagy összető a halleluja. Ma éjjel gondoltál, ugyanúgy
legyen holnap, s holnap után. Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet, békés karácsony mindenkinek. Békés karácsony mindenkinek. Békés karácsony mindenkinek. Békés karácsony. Békés karácsony. Várjuk Önöket december 18-án 16 órakor advent utolsó vasárnapján itt a főtéren. Kedves nézőink, ennyi fért mai adásidőnkbe. A ma délutáni negyedik adventi összejövetel képeit jövő heti ünnepi december 25-i adásunkban tekinthetik meg. Addig is természetesen várjuk információikat, javaslataikat a jól megszokott elérhetőségeken. Találkozunk egy hét múlva, addig is mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket kívánok. Viszontlátásra!